Nem élem túl a szépséget. Ezt a nagy-nagy fényességet. Itt valami nincs rendjén. Ez a hang és ez a nagy fény, nem tagadom, láttam is, meg hallottam is bizony mindent. Nem várhatunk, mennünk kell már, Betlehembe megváltunk vár. Jössz vagy maradsz? Megyek én is. Menjünk gyorsan, mire várni? Kinő lassan a szakállunk. Hát te kicsi, mit nézel? Csak így megyünk, üres kézzel. Igazad van, te rengettél, egészen megszégyenítettél. Úgy van, a nagy sietségnek mindig megbánása vége. Kapjuk kézbe hát, amink van, s induljunk az útra vígan. Én részemről sajtot vinnék. Én meg frissen fejtejecskét. A jó szívvel nálam sincs van, baj, lám itt van sonka és vaj. Nekem meg van kis báránykám. Te itt maradsz kisboltártán. Miért éppen én maradnék, ha nem visznek hát magam még? Ki vigyáz a kisdednyájra? Aki fönn a csillagnyájra. Igazad van, te adtál hírt, te láttad a csillag fényét. Több joggal még te hát, mint én. Megyünk mind, a gyerek szintén. Menjünk, fussunk Betlehembe, újjongva és énekelve. Dicsőséget zengedezzünk, tiszta szívvel örvendezzünk. Már hagyomány Dányban, hogy köszöntik az egyedülálló idős embereket karácsonytáján műsorral, ajándékkal. Így volt ez idén is. December 14-én pásztorjátékot is láthattak a vendégek. Mindegy 120 ember kapott ajándékot a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat jóvoltából. A polgármester asszony is tagja a Szeretett Szolgálat dányi szervezetének. Ami a lélekbe kedves nekünk, visszaemlékezünk rá, azok nagyon fontos dolgok. Településünk 20 éve rendezi meg ezt az egyedülálló karácsonyát. Először még csak egy ilyen karitás csoportként működtünk, 16 éve működünk Máltai Szeretett Szolgálat színeibe. Itt mindenki egy emberként készül a karácsonyra, örülünk neki, sütünk süteményeket, teját. Volt egy időszak, amikor szendvicset is készítettünk, gyümölcsöt vásárolunk, minden egyedülálló ajándékot kap, ami tőlünk telik. A máltai csoport minden évben mostanában kap egy kis anyagi támogatást, azt az ajándékvásárlásra fordítjuk, és a vendéglátást pedig maga a csoport összehozza, segíti anyagilag, süteménycsőt, tejátat, cukrot, mindenki a maga anyagi helyzetétől függően, hogy mit szeretne, vagy hogy szeretne, de volt, amikor nem kaptunk támogatást, akkor is megoldottuk a csoportot, összeadták a csoport tagjai a ajándéknak valót, mindenképpen kaptak ajándékot, ha volt pénz rá, ha nincs, ez nem múlt el ajándék nélkül. És hát az, hogy az ember végignézésén itt elejétől fogva részt veszek ebbe a egyedülálló karácsonyának a megrendezésébe is, és hát vannak ilyen szívünkhöz nőtt emberek, akik közben elmentek közülünk, és annyira köszönték mindig, hogy itt lehetnek, hogy gondolunk rájuk, hogy megrendezzük ezt a karácsonyt, és amikor végignézek a sorok között, és nincsenek, és végignéz az ember újra, és mindig újak vannak, fiatalabbak, és sajnos fogyunk, sokan vannak egyedül. Igaz, hogy család van körülöttük, de magában az épületben egyedül laknak, a család éli a maga életét, és hát nagyon jól esik nekik, és ezt számon tartják valahol, és sokáig beszélnek a faluban, hogy jól sikerült ez a rendezvény, az Isten áldjon meg benneteket, és ez nagyon jól esik nekünk. Hány éves tetszik lenni? 80. Más alkalommal is eljött már ilyen ünnepség? Persze, már rég mióta van, és a másik az, hogy nagyon jó, mióta a klub megalakult. Azért én mindig benne vagyunk, csak van sajnos a férjem meghalt 16 éve, és nagyon nehéz egyedül. Szereti az ilyen? Nagyon szeretem a társaságot. Ha csak lehet, minden héten találkozunk, meg sok szép helyre elkerültünk. Tizenöt éve egyedül élek, de nagyon-nagyon én úgy örülök neki, mikor első évben is volt, hogy megemlékeznek rólunk, nem is a csomag, hanem az, hogy így megemlékeznek róla, hogy tényleg egyedül vagyunk, hogy fölfogják az egyedülállókat. Nagyon
jó tényleg, hogy ezt csináljak minden évben, és szép is. Mivel szokták önöket megajándékozni, mivel szoktak kedveskedni a korábbi években? Hát ilyen csomag, sütemények, teja, és akkor a csomagban is minden, ami tényleg szükséges, minden van benne. Minden van benne, örülünk neki nagyon mindenki. Biztatni tudja azokat az egyedülállókat, akik nem jöttek el, hogy vegyenek részt? Igen, igen, mert annyira jó, én is ma disznóvágásban voltam, és hazamentem egy órakor, gyorsan összekaptam magam, hogy jöhessek, hogy nem bírom elmulasztani, nem akarnám elmulasztani, hogy ne jöjjek minden évben. Mondom, a 15 éven első alkalomtól kezdve mindig itt vagyok végig. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat dányi szervezetének jó a kapcsolata a közép-magyarországi régióval. Én személy szerint most már jó pár éve járok le, bár nagy örömmel jöttem meg karácsonyi műsorra, meg így az idősek megvendégelésére még nem tudtam lejönni, de évente 2-3 alkalommal itt vagyok. Szoros a kapcsolatunk, rengeteget beszélünk arról, hogy milyen feladatokat vállalnak fel, illetve hát ugye végülis a szeretetszolgált központja egy kicsit a hátterét adja ezeknek a csoportoknak, mind anyagilag, mind lelkileg, és végülis egy picit összekötőként járok le ide, hogy lássam, hogy milyen feladatokat csinálnak. Folyamatosan beszámolnak ők is, hogy milyen ruhagyűjtések, illetve adománygyűjtések, osztások, milyen közös programokat tudnak itt akár csak a saját csoportjuknak, de akár a településen élőknek segíteni. Mindenhol arról beszélünk, hogy a karácsony az a szeretet ünnepe. Lelkileg hogyan tudják önök segíteni az embereket? Hát azt gondolom, hogy mindazon túl, amit egész évben végzünk, ugye itt az adományok, és sok-sok anyagi segítség, és programok, és intézmények országszerte, amelyet sokkal fontosabbnak látjuk azt, hogy le tudjunk ülni melléjük, hogy meg tudjunk állni mellettük, és egyszerűen csak jelen legyünk. Azt gondolom, az én jövetelem sem jelent semmi extra, egyszerűen csak együtt szerettem volna lenni a csoporttal, együtt lenni mindazokkal, akik most itt együtt ünnepel. Szóval ez a legfontosabb talán, hogy az ünnepkor még inkább azt érezzék, hogy nincsenek egyedül, hogy itt van sok olyan ember, aki mellettük áll, és bármiben nagyon szívesen segít. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat dányi szervezete 1997-ben alakult, számos teendőjük van. Hát elsősorban tárgyi adománnyal tudunk segíteni, vagy a központi raktárból kapunk. Most például nagyobb mennyiségű élelmiszert kaptunk, a napokban vittünk kisgyermekes családoknak bébi tápszert, műzlit, teját, tehát most a 0-tól 2 éves korú gyerekeket látogattuk meg Mikulás előtt, most a nagyobb gyerekekhez megyünk, cipős doboz akció, ugye nem csak nálunk Magyarországon, hanem Németországban, más országokban is jellemző, és amiket ők küldenek, csomagokat, ezeket visszük ki, de természetesen a időseket is mindig felkaroljuk. Ez a rendezvényünk már több éve, hogy működik, és hát amint lehet látni, egyre többen vannak, akik eljönnek, közel 200-an vannak a településen azok, akik egyedül élők, és hát szeretnénk egy kicsit szebbé tenni a karácsonyi készülődést azzal, hogy meghívjuk ide őket a művelődési házba, és őket is megajándékozzuk műsorral, meg egy kis ajándékkal, sütünk süteményt, tejával várjuk őket, és hát elsősorban az, hogy beszélgetünk is egy kicsit velük.